Shalom Israel, béke legyen veled Izrael. Ádám Ráhel vagyok, a Shalom Israel magazin műsor vezetője, szerkesztője, és hát ez a műsor nem igazán lesz most egy vidám beszámoló, mert egy nappal ezelőtt kitört Izraelben a háború. Aki a részleteket nem ismeri, röviden úgy foglalnám össze, hogy tegnap reggel fél hétkor összevont támadást indított a gázai övezetet uraló Hamas terrorszervezet több csoportja, több felfegyverzett terrorista egysége Izrael határai ellen. Az összevont támadást három oldalról indította el. Egyrészt szárazföldi behatolással, az Erez nevű átkelőpontot támadta meg egy nagyobb fegyveres terrorista egység, a Hamas terrorista egysége, és itt meg kell jegyeznem, hogy téves információk ö, látnak napvilágot, amikor arról beszélnek, hogy a, a Hamas alaksa mártírjai egysége hajtotta végre ezt a támadást, mert nem a Hamasznak vannak alaksa mártírjai, hanem a fatahnak. Itt a régi nagy ellenségről, a Hamas Izadin el Kassam nevezetű terrorcsoportjáról van szó, amely egy nagy múltú, nagyon véreskezű, kezű, Izraelt már nem egyszer megtámadó, több ezer terrortámadást végrehajtó, véres kezű terrorcsoportról van szó. És itt szeretném megjegyezni azt is, amit nagyon-nagyon sokan a mainstream média hatására talán, vagy a helyzet nem ismeretében terjesztenek. Külön választják a Hamas terror szervezet politikai szárnyát, az Izadin el szám katonai szárnytól, pedig aki érti a helyzetet, és aki szenvedő alanya immáron több évtized óta a Hamas terrorszervezet által elkövetett terrortámadásoknak, így tehát Izrael állampolgárai beleértve magamat és családomat is, akik több évtizeden keresztül elszenvedik a Hamas terrorszervezet támadásait, nem vállalkoznak arra, nem vetemednek arra, hogy a Hamas politikai és katonai szárnyát külön választva mentegessék a Hamasznak a politikai szárnyát, mintha azok rendes emberek lennének. De nem csak a Hamas volt ebben a támadásban benne, hanem az iszlám dzsihád is. És itt is van egy óriási hiba, óriási média hiba, egy elemzési hiba, amikor évtizedek óta az iszlám dzsihádot külön kezelik, mintha nem lenne semmilyen kapcsolata a Hamas terror szervezettel. Mindig úgy kezelik, és úgy próbálja a média mentegetni a menthetetlent, a mentegethetetlent hogy a terrortámadást az iszlám dzsihád vállalta magára. Most kérem szépen, az iszlám dzsihád meg nem mozdul a gázai övezetben, a Hamas szervezet beleegyezése nélkül. És az összes többi több tucat kisebb terrorszervezet sem hajthat végre soha Izrael elleni támadásokat hogyha a Hamasz arra nem adja az áldását. Tehát itt arról van szó, hogy terrorcsoportok törtek át az Erez átkelő ponton. Terrorcsoportok törtek be a Kerem Salom átkelő ponton, és nagy valószínűség szerint a harmadik átkelő ponton, a Kisufim átkelő ponton is. Ezek az átkelőpontok azért fontosak, mert Izrael területéről nap mint nap 200-300 kamion áru, építőanyag és mindenféle fontos áru szállítmány jut be a gázai övezetbe ezeken az átkelő helyeken keresztül. Ezeken az átkelő helyeken keresztül lépnek be a gáza is övezed lakói, a palesztínok, a magukat palesztínoknak nevező, valójában a nagy arabság tagjai, az arab munkások, a gázai arab munkások innen lépnek be ezeken az átkelő helyeken keresztül nap mint nap tízezer számra megélhetést keresve és megélhetést elérve az izraeli munkaadóknál. Az első jelentések szerint fél hét tájban lehetett, amikor buldózerekkel ledöntötték az Izraeltől gázai övezetet elválasztó határkerítést, magas határkerítést, ami nagyon sok pénzébe került Izraelnek. Nagyon sok pénzébe került az izraeli adófizető állampolgárnak. Állítólag ez a határkerítés rendkívül okos módon, kamerákkal és azonnali kijelzőkkel, érzékelőkkel volt felfedezve. De hát mit ér mindez, amikor buldózerek neki mennek a kerítésnek, és akkora lukat, akkora helyt ö, vágnak rajta, amin dzsippek, kis teherautók, motorkerékpárok juthatnak át Terroristákkal, fegyveres terroristákkal felfegyverkezve. A fegyveres terroristák valószínűleg több célpontot szemeltek ki, és a csoportok több helyre osztódva indultak neki az izraeli lakosság, a polgári lakosság mészárlásának. 22 izraeli település, tehát kibucott mezőgazdasági falut, kisvárost támadtak meg, és gyors tüzelővel, automata fegyverrel pásztázták végig az utcákat, a járókelőket, és végül a Lakásokban, a házakban tartózkodó rémült lakosság felé, az ablakon keresztül adtak le lövéseket, bedörömböltek és benyitottak, behatoltak a lakásokba ott, ahol tudtak, és családokat végeztek ki, családokat mészároltak le hidegvérrel. Az utcákon, tömegével feküdtek a holtestek. Az Izraelbe behatoló terroristák, akiknek így száma becslések szerint, amit a hírekből, az itt-ott megjelenő tudósításokból lehet hallani, meghaladta az ezret. Tehát a határőrséget, mint olyan, és a határátkelő helyeket, a határátkelő bázisokat megsemmisítették. Láthatjuk ezt a most közzétett, elhúnyt, elesett katonáknak a név sorából, hogy ott bizony például a szárazföldi egység parancsnoka is elesett. Sorkatonák és tisztek lettek a terroristák, a rájuk törő terroristák áldozatai nagyobb erővel, tehát túlerővel érkeztek meg, és állik felfegyverezve. Ez is kiderült azokból a lefoglalt fegyverekből, és azokból a lefoglalt euh, gépjárművekből, amire például gyors tüzelők voltak felszerelve. És akkor, amikor az izraeli bázisokat elfoglalták, és meggyilkolták az ott szolgálókat, akkor az ott lévő fegyvereket, fegyverzetet és muníciót magukhoz véve indultak tovább a dél-izraeli településekre, a dél-izraeli városokba és falvakba, hogy ott a civil lakosságot támadják meg, a civil lakosság körében hajtsák végre hidegvérű, brutális vérengzésüket. Nem tudni azt, hogy volt-e információjuk róla, vagy éppen csak arra járva fedezték fel, hogy a Kiszufim átkelő helytől néhány kilométerre, Reim Kibuc mellett lévő nagy tisztáson, nagy erdei tisztáson rendezték meg éppen akkor éjjel hajnalra viradóan is tartó a természet fesztiválját, a természetzenés fesztiválját. Tudni kell azt, hogy ez a bizonyos péntekről szombatra viradó éjszaka már a szukott, a sátoros ünnep, a szimhátorá ünnepe volt, tehát a szombat, mint olyan egyébként is, ünnepnap, munka, szüneti nap Izraelben, de ez még plusz egy különleges szombat volt, mert a Simchat Torah, a szokott hetedik napja a záró ünnepének az estéje, illetve a másnapra viradó reggele volt, amikor a vallásos lakosság többsége ugye otthon tartózkodott, illetve 7 óra környékén már a zsinagógába sietett a reggeli imára, az ünnepi szukkoti imára. Ilyenkor ugye Izraelben minden háznál ott vannak a szukkoti feldíszített ünnepi sátrak, és ilyenkor már készülődnek a reggeli órákban, az ima utáni reggelire az ünnepi sátorban megadva az ünnepnek járó tiszteletet. A sátorokban ilyenkor szokásos csörömpölés, az evőeszközök és a terítés közbeni csörömpölés és reggelihez készülődés zajai helyett a az utcákon sorozat lövések, sor tüzek hangzottak el, sikítások a házakban, ahová betörtek a terroristák, és közben, mint mondtam, ezzel párhuzamosan, 7 óra után, Reim nevű kibuc melletti tisztáson, erdei tisztáson lévő több ezer fiatal ellen indultak támadásba, dzsippekkel, golyószórókkal, motorokkal, és ki tudja még milyen járművekkel ott lőtték halomra a menekülő fiatalokat, akik feltételezés szerint három-négy ezren lehettek akkor reggel. Az egyik ilyen beszámoló, amelyet egy nagybácsi osztott meg az izraeli médiával, így szólt: 7 óra után nem sokkal, talán 15 perccel kapott egy értesítést a fiatal unoka Hugától, aki ezen a fesztiválon volt, és remegve mondta, hogy arabok, arab fegyveresek lőnek ránk, nagybácsi, gyertek gyorsan, segítsetek, mert elbújtam egy autó mögé, és nem tudom, hogy nem fognak-e felfedezni, de gyertek, segítsetek, mentsetek meg bennünket, mert itt senki nincs, aki megvédjen bennünket. Erre a nagybácsi azt tanácsolta, hogy ne beszéljen tovább, hogy nehogy felfedezzék. Aztán nem sokkal később, egy pár perc múlva még nyitva maradt a Fiatal lánynak a telefonja. Pár perc múlva hallotta a lány, hogy a lövések felé közelednek, és hallott, hallja a nagybácsi, hogy a lány könyörög, hogy ne, ne, ne bántsatok, amikor eldördülnek a lövések. És a telefonjával együtt valószínűleg a földre esik, és többé nem válaszol a lány. Hasonló történet, amikor kórházban lévő fiatal lány meséli, hogy ő még csak szerencsés, mert két láblövést kapott, és ők tényleg a szerencsével határos módon, az isteni gondviselésnek köszönhetően menekültek be a saját autójukba, amikor a terrorista minden egyes autóra leadott, jó nagy sorozatlövést, és mikor megállt velük szemben, a lány, mint mondta, nem tudom, hogy halottnak nézett-e bennünket, de ránk már nem adott le sorozatlövést, és így menekültünk meg. Jól lehet sebesülten, de el tudtunk menekülni arról a helyszínről. A vérengzés, a szörnyű gyilkolás, tömeggyilkosság színhelyéről, a természet fesztivál színhelyéről nem sokan kerültek ki élve. Akik élve maradtak, azok közül több százat talán. De lehet, hogy többet. Magukkal kényszerítettek a gázai övezetbe a terroristák, és nem csak a fegyvertelen fiatalokat kényszerítették, hogy magukkal, tehát velük jöjjenek, hanem elvitték a holtesteket is, magukkal átsipelték a furgonyaikon a gázai övezetbe. Ezért van az, hogy még most, amikor ezt a hírösszefoglalót adom, tehát másnap vasárnap délután is a szülők, akik a fiatal gyerekeiket, ezen a természetfesztiválon résztvevő fiatal gyerekeiket keresik, még most is kétségbe esetten kutatják a holtestüket, hogy talán ott megtalálják az erdőben, vagy, vagy valamiféle, legalább valamiféle támpontot tud valaki adni arról, hogy hol látta, ki látta utoljára szeretteiket. Arról senkinek nincs fogalma egyenlőre, hogy a gázai arab terroristák hány izraeli túszt vittek el közülük, hány izraeli holtestet vittek át a gázai övezetbe. De nem csak a fesztiválon résztvevők közül raboltak el civileket, fiatal lányokat, hanem a házakból is, időseket, gyerekeket, fiatal lányokat, asszonyokat két kicsi gyerekkel. Ilyen fényképet is láttam, hogy egy asszony két kicsi gyerekével, puskatussal a háta mögött kénytelen követni a Hamasz terroristáit. Azt láttam, hogy a gázai övezetben egy kisfiút gázai arab gyerekek pofoznak, és nevetve ütögetik a fejét, miközben azt kiabálják felé, hogy anyuka, anyuka, ugye anyuka, anyuka, hol van anyuka? A szőke zsidó kisfiú nem lehet több 5-6 évesnél. Vagy egy másik beszámoló szerint egy három éves izraeli kisfiú, Hanyunes, a gázai övezet második legnagyobb városa utcáin botorkált és sírt és kereste, a hívta az édesanyját, és nem akadt egyetlen egy helyi palesztín anya, aki fölemelte volna, és hazavitte volna, és megetette volna a gyereket. Hagyták, hogy ott az utcán botorkáljon, az autók előtt, a járművek előtt, az anyja után sírva. A másik út, ahogy a gázai arab terroristák behatoltak Izrael területére, az tengeri út volt. Valószínűleg csónakokkal, vagy búvárként, ezt még pontosan nem lehet tudni, de azt lehet tudni, hogy Zikim kibuc mellett, Zikim kibuc partjainál érhettek a szárazföldre, mert Zikim kibucat is megtámadták, és az ott lévő bázis katonái közül is nagyon sokan életüket vesztették. A harmadik út pedig Légi úton, Egyrészt drónokkal támadták az izraeli településeket, másrészt pedig sárkány repülőkkel repültek be, állik felfegyverzett terroristák Izrael területére. Mint mondtam, még ma sem tudják pontosan a számokat, hogy hányan lehettek, 1500-an. Mert aztán ma a déli órákban a Hamas terror szervezet szóvivője nagy büszként bejelentette a Hamas médiájában, a Hamas televíziójában, hogy bizony a Hamas muníciót és fegyvereket és ellátást és erősítést tudott küldeni azoknak a bent lévő harcosaiknak, akik Dél-Izrael területén még bent tartózkodnak, és újabb rajtaütésre várnak, és rajtaütéshez szedik össze magukat. Nos, ennek van valamilyen valós alapja, mert még most a délutáni órákban, három órakor is, Askelomban felszólították a lakosságot, hogy ki ne mozduljanak a lakásaikból, mert Askelomban is Gépjárműveken fegyveres terroristák rodeóznak, és lesik, és várják az áldozatot, akire lecsaphatnak. Ugyanez volt a helyzet, és ezt az izraeli hadsereg szóvivője is megerősítette, hogy Kvár Gázában, Kvár Ázában, Sincs még teljes nyugalom, ott is továbbra is folytatódik a harc és az üldözése azoknak a terroristáknak, akik oda befészkeltek, és még mindig vannak ott is túszok, túszként fogva ejtett családok a terroristák kezében. Ugyanez volt a helyzet Berri Kibucban, ahol a leghosszabb ideig folytak a harcok az oda betörő terroristákkal, akik több mint 50 helyi zsidó szövetkezeti falulakost vontak össze a kibucnak az ebédlőjében, az étkezdéjében, és több mint egy napon keresztül tartották őket fogva. Míg végül az izraeli kommandós alakulat sikeresen likvidálta őket, de nem sikerült mindegyiket likvidálni, és még, mint mondom, ma is, a mai napon, a ma délután, vasárnap délután is folytatódott a harc az izraeli véderő és a terroristák között. És mindeközben. Izraelt egyfolytában rakéta támadás alatt tartották, egészen az ország középső részéig, Tel Avivig, Rishon Lecionig repültek el a rakéták, számuk megközelíti most már a tízezret. Most nagyon sok olyan bejegyzést láttam, ahol cinikus módon írják a nagyokosok, hogy hát majd az izraeli vaskupola leszedi ezeket a, rep, ezeket a támadásokat, majd megsemmisíti. Izraelnek jó, hát van neki vaskupolája. Ez egy óriási tévedés, mert én 2014-ben a Szilárd cikla, 50 napos izraeli hadművelet a gázai sávban működő Hamas és dzsihád terrorszervezet ellen elindított hadjárat idején rendezett sajtótájékoztató alkalmával láttam, és többet magammal láthattuk, hogy hogy is néznek ki ezek a vaskupola, légelhárító vagy rakéta elhárító ütegek. Ebben az üteg, ütegben nem e, túl sok, maximum e, 15-20 rakéta köteg van felszerelve, amelyeket a rakéta támadás után indítanak föl, és az a dolguk, hogy elfogják a támadó rakétákat a levegőben. De hát a Hamas szervezet a gázai sávból nem ötven rakétát indít el egyszerre, hanem százat, kétszázat, amit bizony nem tudnak ezek a vaskupola rakéta kötegek, ellen rakéta kötegek megsemmisíteni egytől egyik. Tehát a vaskupola nem azt jelenti, hogy teljes védelmet nyújt ezért van az, hogy látjuk az izraeli városokban keletkezett kárt, a rakéta becsapódásokat, és azt, hogy egy izraeli asszony és egy izraeli kisgyerek is életét vesztette a rakéta támadás során. Mi, Jeruzsálemi lakosok, de ugyanúgy, mint az ország összes többi részén, élő izraeli lakosság, már nagyon harcegyzettek vagyunk, és már nagyon-nagyon jól tudjuk azt, hogy mi történik akkor, ha megszólal a légvédelmi siréna, hogy mennyi időnk van arra, hogy az óvóhelyre vagy a beton biztonsági szobába rohanjunk be a rakéta szembeni védekezésként. Tehát az izraelieknek már nagy gyakorlata van ebben. Az izraeli nagyvárosokban, tehát Izrael középpontjában több idő van, másfél perc is akár arra, hogy az ember óvóhelyre vagy a biztonsági szobába rohanjon be. De nem ez a helyzet. A gázai sávhoz közel eső izraeli településeken, ahol 10-15 másodpercük van arra, hogy az óvóhelyet elérjék. Éppen ezért a gázai sávhoz közeli izraeli falvakban és izraeli városokban az egész időszakot ilyenkor az óvóhelyeken tölti a lakosság, addig, amíg a polgárvédelem azt nem mondja, hogy elmúlt a veszély, addig nem jönnek ki a biztonsági szobákból, a betonból épített óvóhelyekről. Tulajdonképpen ez védte meg a betörő terroristáktól, az ezernél több is gázai arab terroristáktól a dél-izraeli lakosságot, annak a 22 falunak, településnek, kibucnak, kisvárosnak a lakosait, akik a veszélyt észlelve azonnal bevonultak az óvóhelyekre, ebbe a bizonyos betonszobákra és bezárkóztak oda, és nem nyitották ki az ajtót addig, amíg izraeli véderő emberei azt nem mondták, hogy kijöhetnek. De voltak olyan példák is, hogy például a derotti rendőrséget lemészárló, majd az ott lévő egyenruhákat magukra öltő, Arab terroristák izraeli rendőrségi autóval jelentek meg a különböző családi házaknál, és bekopogtattak az ajtón, hogy rendőrség. Nagy szerencse volt, hogy sokan észrevették, hogy itt ezeknek a rendőröknek erős akcentusuk van és nem nyitották ki az ajtót. Voltak, akik az utcán bedöltek nekik, és oda mentek hozzájuk segítséget kérni, aminek a vége az volt, hogy lelőtték őket azonnal. Tehát a rendőrség és az izraeli polgárvédelmi parancsnokság felhívta a lakosság figyelmét, a veszélyben lévő lakosság figyelmét, hogy ne nyissák ki az ajtót, az ablakot, és ne jöjjenek ki addig az óvó helyekről, amíg egészen biztos nem kapnak értesítést, telefonos értesítést akár arról, hogy most már elmúlt a veszély. Sajnos ez a támadás nagyon készületlenül érte Izrelt. Sajnos nem volt felkészülve eléggé a határvédelem az átkelő pontoknál a védelem nem volt olyan készültségben, mint amilyen készültségben kellett volna, hogy legyen. A beérkező hírek szerint, és ezt az izraeli televízió is közölte már, több mint egy fél éve készült erre a Hamas-terror szervezet, az iszlám dzsiháddal, és az összes többi egyéb kisebb. Iszlamista véres kezű terrorszervezettel karöltve. A kérdés az, hogy hogy nem volt erről Izraelnek hírszerzése, hogy hogy nem volt erről Izraelnek tudomása. A világhírű izraeli hírszerzés, a Moszád, a Sabak, hogy, hogy, nem értesült erre, ha most így utólag már tudjuk, hogy fél éve készültek a gázai sávban egy ilyen összevont, meglepetésszerű háborúra. És hogy ki a felelős és ki a mozgató rugója ennek az egész vérengzésnek, az Izrael elleni háború beindításának, azt kell mondanom, hogy mindkét fronton, az északi határok mentén, ahol Libanon és Szíria helyezkedik el, és ugye délen, ahol a gázai övezetben a Hamasztán önálló terrorista állam működik, mindkét terrorszervezetet Irán látja el munícióval, tanácsokkal, taktikával és felkészítéssel. Tehát itt egyértelmű, hogy Izrael Iránnal, a két proxival, Irán proxival találja magát szembe. Éppen ezért nem lesz könnyű a leszámolás. Nem lesz könnyű és nem lesz rövid ez a harc, amit Izraelnek meg kell vívnia. A Hamas és az iszlám dzsihád és más iszlamista terror szervezetek támadása a gázai övezetből épp olyan készületlenül fogadta Izraelt, mint amilyen készületlenül pontosan 50 évvel ezelőtt a Jom háborúban lepte meg hat arab ország Izraelt rohantale a legszentebb izraeli napon, a leg, legnagyobb vallási ünnepen, az Engesztelés napján, jom Kipúrkor. Ezért nevezték el az 1973. október 6-án kitört háborút a Jom-Kipúri háborúnak. Ugyanaz történt most is, mint akkor, hogy szombaton a szukkot, ezúttal ugye nem az engesztelés napja, hanem szukkot a sátoros ünnep záró napján, Simchatóra, vagyis a tóra ünnepén, ami azt jelenti, hogy ugye a tóra ünnepével zárjuk le Mózes ötkönyvének könyvének felolvasását a templomokban, és ezt ünnepeljük meg, hogy mostantól kezdve majd újra elkezdjük Mózes öt könyvének az olvasását jövő héttől a Beresít a kezdetben című fejezettel. Na most ezen a szent napon, a Tóra ünnepén, Lepik meg a gázai övezetből a terrorista seregek. Izraelt méghozzá úgy, hogy a civil lakosságot veszik elsősorban célba. Maga ez a tény, hogy egy terrorszervezet támadja meg Izraelt, és a civil lakosságot támadja leginkább, gyilkolja leginkább, hurcolja el leginkább tuszként, ez maga háborús bűncselekmény. Cvi Kelly, az egyik leghíresebb izraeli arab szakértő, közel-kelet szakértő, aki részt vett anno, annak idején még izraeli hadseregben folytatott szolgálata során az arabok, az arab terrorszervezetek közé beépülő izraeli felderítő alakulatokban mondja, most az izraeli televízióban, hogy ott volt a falon a cím. Ott volt. Ott volt a felirat. Egy hónappal ezelőtt a Hamas terrorszervezet egy széleskörű Hamas Sztámban, vagyis a gázai övezetben folyó gyakorlatról tett közé büszkén egy videó felvételt, amiben részletesen elmeséli, hogy hogyan fogja elfoglalni, hogyan fogja lerohanni, mi módon fogja lerohanni Izrelt, Dél-Izraelt. Dél hát így is történt. Szárazföldi, Légi és vízi úton lepte meg. És sajnos az izraeli védelmi erők megjelenése, segítsége sokat késett. Sokat késett a polgári lakossághoz, sokat késett a határokhoz, és sokat késett szinte nem is volt, a nagyvárosokban, ahol a rakéta támadások becsapódása után egy csomó ember, egy csomó polgár nem tudta, hogy most mihez kezdjen és kihez forduljon, arról hallottunk, hogy a telefonszolgálat, a segélyhívók egyszerűen nem válaszoltak. Vagy már annyira túl voltak zsúfolva, hogy nem is érkezett be a segélyhívás. Most ezt próbálják valahogy kiavítani, oly módon, hogy behívják azt a tartalékos állományt is, akit ugyan a harctérre nem kívánnak elvinni, de a polgárvédelmi szolgálat ellátására, elvégzésére, használnák és osztanák be őket, akár önkéntesként is. Aztán közzétettek egy olyan felvételt, amit állítólag egy arab hírcsatorna napokkal ezelőtt közölt le arról, hogy mi fog történni, hogy mit fog végrehajtani Izrael ellen a Hamasztán a gázai övezet terror állama. És sokan megkérdezik, hogy akkor a hírszerzés erről nem tudott semmit, vagy mi történik a hírszerzésen belül. És itt a nagy kérdés, hogy mit csinált a katonasság több órán keresztül, amikor már megvolt a hír reggel 7 órakor, hogy behatoltak Izrael területéről, átvágták a határkerítést a gázai sávból palesztin eh, terroristák. Mit csináltak katonaság több órán keresztül, kérdezik a megrendült lakosok. Most is, még most is olyan híreket hallunk, hogy a gázai sáv határán még mindig vannak olyan helyek, ahol kibejárnak a terroristák. Még mindig nem sikerült a gázai sávnak a határövezetét körbevenni és ellenőrzés, teljes hermetikus ellenőrzés alatt tartani. És a másik kérdés, hogy hol volt a légierő? Miért nem lőtte a légierő azonnal azokat a az Izraelbe behatolt terrorista egységeket, amelyeket éppen lát esetleg, hogy visszavonulóban vannak. Jó, láttunk néhány felvételt, ahol terroristák 5-10-es csoportját kilövi éppen egy repülőgép. Na de hát ez már nagyon későn volt. Ez nem a reggeli órákban történt. És hol voltak a határmenti páncélozott egységek, amelyeknek az a feladatuk, hogy azonnal tüzet nyissanak a behatolókra? És milyen döntés volt az a kormány részéről, hogy még napokkal ezelőtt is azon fil filozofált, hogy valójában talán föl kéne emelni 30 millió dollárra. A katári pénzadományt, amit havonta ad bőröndben, készpénzzel a Hamas-terrorszervezetnek, csak azért, hogy a Hamas ki tudja fizetni az embereit, és hogy ne legyen lázadás a gázai övezetben. És micsoda dolog az, hogy jönnek a hírek, és jönnek a videó videófelvételek Katárból, ahol a Hamas terror vezérei ott tartózkodnak, oda menekültek a gázai sávból, hogy őket véletlenül se érje. Semmilyen baj és semmilyen izraeli támadásnak ne legyenek kitéve. A Hamas teljes vezérkara Katárban van. Abban a Katárban ami a Biden kormányzat nagy barátja. És most halljuk, hogy a Hamas terrorcsoportjai továbbra is ostromolják a Kisufimnál lévő átkelő helyet, ahol ugye át lehet jutni Izrael területére, de még ezzel együtt is több helyen a határsáv, a határkerítés, a gázai övezetés Izrael között még mindig nyitva áll, és a hamaszosok ott kibe mászkálnak, kibe rodeóznak, és nem tudja senki megállítani őket, kérdezik sokan ezzel a hírrel kapcsolatban. Izrael egyelőre légi támadásokat hajt, végre rakétákkal lövi, a gázai Hamasztán, a Hamas terror szervezet, a dzsihád, és az összes többi kisebb iszlamista terror szervezet bázisait. A Hamas terror vezérkarának a házait, a dzsihádos vezérkarnak a házait. Persze mindez továbbra is olyan humánusan teszi, hogy előtte röplapokat szór szét, telefonon értesíti az illető háztömbben tartózkodó lakókat, hogy ennyi és annyi időn belül hagyják el a házat, mert azonnal le fogja bombázni azt Izrael. Így tett az izraeli hadsereg a Hamasztán információs bázisával, a 14 emeletes palesztina toronnyal is, és a Hamasz erre már jóval napok előtt felkészült. Jóval napok előtt kiürítette a palesztin tornyot, mert hogy onnan folytatta a rádió, televízió közvetítését, mert hogy a Hamasznak ugye saját televíziós állomása is, saját televíziós adása is van a gázai arabság számára, de már azt hetekkel ezelőtt kiürítette. Így hát a 14 emeletes épület Hamasz irodái és Hamasz média központja teljesen üres volt, amikor ma Izrael ledöntötte a 14 emeletes szimbólumot. Az is egy évek óta fennálló kérdés. A Hamasztán semmiféle jelét nem mutatja annak, hogy izrael meg akar békélni. Mint tudjuk, 2007. júniusában vette át vérrel, erőszakkal a palesztin autonómiától, Abu Mazen Fatahjától, Erőszakkal, véres leszámolással. Abu Mazen embere, embereit a főtéren, Gáza főtérén végezték ki tucat számra a hamaszosok, vagy az emeletes házak tetejéről dobták le őket. 2007. júniusában a fatah Abu Mazennel az élen könyörgött Izraelnek, hogy lépjen közbe, és mentse ki a fatahos embereket a gázai sávból. És 2007-ben Izrael segített Abu Mázenéknak. De Abu Mázenék ezt nem köszönték meg Izraelnek, hanem beálltak a Hamas mellé, a terror mellé. És most oda jutottak, hogy a Hamasz most már nem csak a gázai övezetet vette a birtokába, és lett a gázai övezet teljhatalmú ura, hanem most már Judea Szamária területén lévő palesztin autonómiában is a Hamasz vette át a hatalmat. Abu Mazen és a fatahosok csak egy báb, akik elutaznak egy évben egyszer az ENSZ közgyűlésére, és Izraelre mutogatnak, és Izraelről antiszemita vádakat terjesztenek, és bizonyítják, hogy a palesztin nép volt az első, aki erre a földre, Izrael földjére letette a lábát. A legnagyobb baj az, hogy a Hamaszt, mint ahogy az előbb már mondtam, és Északon a Hezbollah terrorszervezetet Libanonban, és ugyancsak Szíriában az iráni forradalmi gárdát évek óta Irán tartja el, tartja fenn, látja el logisztikával, fegyverekkel, munícióval, utánpótlással és rengeteg pénzzel. És hiába van megtiltva a nemzetközi törvényekkel, hogy ezt nem tehetné meg a világ szemet húny e felett. Mert ugye az Obama kormányzat is az iráni atomfegyver tiltó szankciókat feloldotta, és 200 milliárd dollárt vitt el cserébe engesztelésül az iráni ajatollahoknak, hogy megbékéljenek, és az Egyesült Államokkal Obama, Kerry párossal szóba álljanak. A mostani Biden kormányzat is 6 milliárd dollárt adott Iránnak. Csak hogy Irán nem veszi jó néven hogy az utóbbi időben a Biden kormányzat Szaudarábiával is barátkozik, mert hogy Iránnak tervei vannak Szaudarábiával, mint ahogy jó pár évvel ezelőtt meg tudta bénítani a szaúdarábiai kőolaj termelés, kitermelés 50%-át, nem túlzás azt feltételezni, hogy hasonló lépésre, hasonló terveket szőve Szaudarábia lerohanására is készül, vagy kész Irán. Irán ezért tartja fent proxy szervezetként és államként Libanont, ott a Hizbollah erről szervezet által, Szíriában ugye mindig is síta uralom volt, az Assad dinasztiák mindig is a síta Iránnal voltak egy szövetségi tömbben, és a Hamasz, amely szunnita, tehát inkább Szaúd-Arábiával kellene, hogy barátkozzon és együtt menjen, Szintén Irán zsebében van, és proxiként, iráni proxiként működik Izrael ellen, Izraellel szemben. Tehát úgy is mondhatnánk, ahogy évek óta már mondom, hogy Irán egy harapó fogóba zárja, szeretné bezárni Izraelt. Nem fog sikerülni. Izrael győzni fog, ezúttal is. Nagy hiba volt eddig húzni a gázai övezetben uralkodó hamasszal való leszámolást. Emlékszem, 2014-ben a Cuk -E idején amikor autóbuszon együtt utaztam az MTI tudósítójával, az MTI tudósítója ott drukkolt azon, hogy csak nehogy szárazföldi alakulatok menjenek be a gázai övezetbe, mert minek. Én pedig akkor azt mondtam, minél hamarabb bemennek a gázai övezetbe az izraeli szárazföldi alakulatok, annál hamarabb lesz tiszta a gázai övezet. Felülről ugyanis repülőgépekről, gombnyomással nem lehet megoldani, nem lehet megoldani a gázai hamasztán problémáját, nem lehet kifüstölni, nem lehet onnan kiűzni a Hamaszt, az iszlám dzsihádot és az összes többi terrorszervezetet. Izraelnek le kell számolnia a Hamasszal. Ez a véleménye sok-sok izraeli katonai szakértőnek. De ugyanakkor, amikor azt hallom a világ médiában, hogy majd most Izrael aztán meg fogja mutatni, kemény csapást fog mérni, olyan csapást fog mérni a gázai sávra, amilyen még nem volt, azért ahhoz hozzátenném. Például Eliezer Marom tábornok, tartalékos tábornok, mondta ma az izraeli médiában, médiának nyilatkozva, az izraeli katonaság, az izraeli hadsereg soha nem fogja el Veszíteni a fejét, és soha nem lesz embertelen, soha nem fog civilekre lőni, és soha nem fog gyerekeket, asszonyokat, idős embereket elrabolni, kínozni. Mindig, ahogy eddig is, katonai célpontok ellen, a fegyveres terrorista ellenség ellen fog harcolni az izraeli katona, mert az izraeli katonaságnak, az izraeli hadseregnek nagyon magas a morálja, és ebből nem engedünk. Nem fogunk ugyanúgy bánni a gázai néppel, a polgári lakossággal, mint ahogy a Hamaszék, az iszlamista terroristák bánnak, a mi polgárainkkal nem fogjuk visszaadni, nem fogjuk még bosszúból se leutánozni azt, amit ők tesznek velünk. A Hamaszos terroristákkal, a dzsihádos terroristákkal és a többi véreskezű iszlamista terroristával azonban keményen le fog számolni Izrael. Mondja a tábornok, és erre készül az izraeli hadsereg. Ezért hívják be a legjobb, legjobban képzett katonákat tartalékos állományból, hogy a Hamasszal való leszámolás minél előbb megtörténjen, és az minőségi legyen. Miközben ezt az adást itt befejezem, el kell mondanom, hogy egymás után jönnek a nevek. A civil lakosoknak a nevei, akik tucatjával eltűntek. A katonáknak a nevei, akiket egymás után temetnek. A halálos áldozatok száma már meghaladta a 600-at a lapok által közzétett számadatok szerint. Más információk szerint már 1200-an felül is van. Nyilvánvaló, addig, amíg a családokat le nem értesítik, addig azoknak a számát nem adják hozzá a halálos áldozatokhoz, akiknek a családjait még nem érték el. Sebesültek száma is több ezer már. És még közel sincs vége ennek a mai hadműveletnek, ennek a mai harcnak, hiszen, mint mondottam, Dél-Izraelben újra és újra betörnek a Hamasztánból érkező gázai arab terror alakulatok a különböző falvakba, kibucokba, és még mindig nincs, lehetősége az ott élő lakosságnak, hogy elhagyja az óvóhelyeket. Ez a helyzet most a háború kitörésének második napja délutánján. Búcsúzom mára. Savuatov, Salomot és békét Izraelnek.